mi hazánk valódi megoldás sürget a kizsákmányoló pénzügyi szektor ellen. A Mi Hazánk mozgalom már tavaly tavasszal kérte a kormánytól, hogy vessen ki járványszolidaritási adót a járvány haszonélvezőre, köztük a pénzügyi szektorra, a bankokra és a követeléskezelő cégekre egyaránt. A Mi Hazánk mozgalom ezen kívül egyedüli pártként szorgalmazza, hogy a követeléskezelőkre mielőbb törvény születhessen, illetve hogy a végrehajtók non-profit jelleggel működjenek a jövőben. A járvány ideje alatt a végrehajtók és a közjegyzők sem tétlenkedtek, mivel a kormány csak meghatározott eljárási cselekményekre és meghatározott ideig szüneteltette ezeket. Ezért a Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy azokra a követelésekre, amelyek mögött devizahitelszerződés vagy más banki hitelszerződés van, további intézkedések szükségesek a veszélyhelyzet végéig. A Mi Hazánk mozgalom ezért elvárja a kormánytól, hogy írja elő, hogy a népnyúzó végrehajtók legfeljebb a bérek és nyugdíjak 10%-át vonhassák el, illetve azokra a követelésekre vonatkozólag a kilakoltatási moratóriumot hosszabbítsák meg, és ne inkasszálhassanak, amelyek mögött devizahitel, illetve banki hitelszerződés van.